Horvát zene és tánc a színpadon. Hétvégén tartották a Nemzetiségek Fesztiválját, ahol bemutatkozhattak kulturális produkciókkal is a különböző együttesek. A mi együttesünk neve az, hogy Tanác. A Tanác egy baranyai horvát páros táncnak a neve, tehát egy horvát kifejezés. Mindig be kell mutatni, mert szerencsére mindig vannak új nézők, akik még nem találkoztak az együttessel. Mi most jövőre leszünk 35 évesek, és elsősorban a Pécs környéki horvátoknak a hagyományait próbáljuk gyűjteni, megtartani, bemutatni, feldolgozni, megőrizni és továbbadni. Ma három szám volt a zenekari számot is számítva, ugye volt egy bosnyák táncok, ezek a környékbeli Szalánta, Kökény, Szemely, Pécs udvar, stb. Falvaknak a táncai. A második a zenekar egy nagyon jó mohácsi válogatást csinált, ugye Mohácson híres tambula zenekarok vannak. És a harmadik rész, most lehet, hogy nem sorrendben mondtam, de a másik tánc, amit táncoltunk, az a drávamenti horvátoknak. Hát ezek a lakócsa, a csizmaverős, azt ismerik sokan talán, mert ez ritkaság a horvátoknál, tehát az ottani Bacs környéki horvátoknak volt a tánca, a másik táncos számunk, tehát a drávamenti táncok. Egy különleges önkormányzat az örményeké szintén bemutatkozott Pécs főterén. Kevesen tudják, hogy élnek a városban örmények. Igen, van Pécse törmény közösség. Hát tulajdonképpen történelmi források szerint Magyarországon már a honfoglalás óta élnek örmények. Ugye egy nemzetiségi önkormányzat akkor tud megalakulni, hogyha azt az MTA jóvá hagyja, egy bizonyos mennyiségű évet kell itt élni ahhoz, hogy ez egyáltalán szóba jöhessen egy bizonyos nemzetnek. Elég sok programunk van. Bármelyik évszakban kicsiknek, nagyoknak tudunk ajánlani kulturális, játékos, interaktív oktatási programokat, és így tovább, művészet, stb. Ez talán az egyik legfontosabb esemény az év során, amikor igazából a város felé így nyitunk. Наша доля, така наша відвага. Кожен з нас зараз є на фронті. Gyerekek, anyukák a színpadon, ők azok, akik hazánkba menekültek a háború elől, és Baranyában találtak befogadókra. Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat idén a rendkívüli helyzet miatt az ő műsorukkal érkezett a fesztiválra. A február 24-e után megfordult a világ nálunk is szinten, és sok több munka lett mindenkinek, viszont az érzés, mikor te nem vagy egyedül, már annyi segítséget kapott a várostól, az emberektől, a szervezetektől, hogy az kicsit így felemelte nekünk az érzéseket, hogy igen, nem vagyunk egyedül. Nagyon sok ember jött. Most Pécsen 120 körülbelül ember van, Baranya megyében több mint 300 vannak. Gyerekek már járnak óvodába, most elkezdett a suli, akkor már az iskolába is próbálnak beintegrálni őket. Ma is fognak szerepelni a gyerekek, akik Ukrajnába jöttek a szülőkkel együtt, úgyhogy sok szeretettel várunk. Várunk legyen vége. Várunk legyen vége, mert nem fogyott az erő, viszont mindenki már szeretné, hogy üleli a saját apát, még a szülőt. Hát a gyerekeknek igazából most ez legnagyobb baj, hogy most apát csak a messengeren látja, aki otthon maradt és nem tudta kijönni, viszont aki már katonaként védi az országot, akkor ott már megint más a helyzet. Van, aki igen, megy vissza, hogy vége lesz, de van, ami nincs hova menni vissza sajnos, és már itt már próbálnak újra építeni az életet, úgyhogy segítünk abból, hogy a munkát találnak, már sokan dolgoznak, úgyhogy azért gyerekeknek beiskolázás. Úgyhogy nem tudom. Próbáljunk minden téren segíteni nekik. Azért ételeket is hoztak, mint a többi nemzetiség, hiába vannak nehéz helyzetben, meg akarták mutatni a gasztronómiai különlegességeiket. Ami látjátok az ételeket, az is ilyen közös munka volt, ami az összes anyuk, már most a többsége anya és a fiatalok tudtak segíteni nekünk, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés volt azért együtt lenni, és ami fognak az egyik dalba énekelni, hogy 40 millió ember most egy családnak lett, és segítünk egymásnak, ahogy tudunk.
az első az, a, ami látjátok, az a, egy saláta, ami Hucul várja a neve. Hucul az a Kárpátalján élő nemzetiség, és a várja, ez a női név, ami húsmentes, úgyhogy a vegán vagy vegetariánus ember is meg tud enni. Mondjuk, miből készül? Mi van benne? Igen, van a fűt cékla, fűt bab, asszalt szilva, savanyú káposzta és hagyma. Kis olaj és hozzá egy bors, ennyi. Egyszerű. A másik az a foghagymás répás kence, ami majonézzel van dúsítva. És van egy karácsonyi italunk, az úgynevezett úzvár, ami asszalt gyümölcsökből is mézzel készült. A Baranyai Europe Direct is kijött az eseményre a standjával. Minden évben itt vagyunk, hiszen az Európai Unió nagyon sokszínű, minden tagállamban rengeteg kisebbség és nemzetiség él, és szerencsére minket is meghívnak erre. Rengeteg idegen nyelvű kiadványjal vagyunk itt, információval, totokkal, és ami utána meg fog maradni ezeken az érdekes nyelveken, azokat odaadjuk értelemszerűen a kisebbségi önkormányzatokkal, hiszen velük is van egy élő kapcsolat, és mivel mi is egy nemzetközi hálózat része vagyunk, ezért akár a szomszédos horvátokkal, akár a szlovénekkel is vannak közös projektjeink. Hétvégén az itt tanuló külföldi diákokat segítették többek között válaszokkal, akik élvezték a fesztivált. Nagyon tetszik nekik, illetve ők is sok kérdést feltesznek, hiszen van, akik uniós állampolgárok, van, akik harmadik országból jöttek, és kérdezik, főleg akik most kezdik az egyetemet, hogy tudnak majd utazni az Európai Unión belül, milyen jogaik vannak, mire tudnak majd pályázni ösztöndíjakra, és mindig elmondjuk nekik, hogy amíg itt töltik a tanulmányaikat, bármilyen kérdésük van, akkor forduljanak a Europe Direct irodához. Itt mi mindig ajánljuk nekik, hogy kóstolják meg azokat az ételeket, amiket itt főznek, illetve kóstolják meg azokat az italokat is, hiszen azt gondolom, hogy egy nép kultúrájához leginkább a konyháján, a gasztronómiáján keresztül lehet eljutni. Azt gondolom, hogy nagyon jó az időzítése is ennek a fesztiválnak, hiszen már mielőtt elkezdik az egyetemet, egy olyan pezsgő hangulatú képet kapnak a városról, illetve a régióról, hiszen mi is ajánljuk nekik, hogy amíg még van idejük, látogassanak el Baranyába, egyéb városokba is, hogy teljesen pozitívan kezdik, hiszen nagyon messziről, akár Dél-Afrikából is voltak nálunk, volt Azerbajdzsánból, rengeteg olyan egzotikus országból, ami nem uniós tagállam, és most ismerkednek a várossal és a régióval. A Nemzetiségek Fesztiválján 11 nemzet szülöttei mutatkoztak be, azok, akik nemzetiségi önkormányzatot alakítottak a Baranyai megyeszékhelyen.